A mezőgazdaság szépségeinek bemutatását, a gazdák életének megismertetését és a hazai agrárium elismerését tűzte ki célul az Agrotrend csoport az év agrárembere díj 2014-es megalapításakor, mondta el a gálaestet megnyitó köszöntőjében Mátrai Zoltán alapító ügyvezető. A tavalyi év egészét megnehezítő pandémia hátráltatta a szervezést, de végül, ha kis késéssel is, de sikerült megszervezni a gazdatársadalom által is várt díjkiosztó gálát. 7 éve, amikor kiírtuk a díjat, az volt a víziónk, hogy évről évre megkeressük a legjobbakat a gazdatársadalomban, és díjazzuk is őket. Az alkotót az alkotása dicséri, mondta Mátrai Zoltán, aki a pandémiás helyzet kapcsán a gazdák helytállását emelte ki. Majd a jelenlévők néma felállással adóztak a járvány áldozatainak emléke előtt. A díjkiosztó gálát a hazai agrárpolitika és gazdatársadalom valamennyi jelentős képviselője megtisztelte jelenlétével. Több mint 80 jelöltből ugye 60 fogadt elő jelölést, közülük 30-al fogtok itt találkozni. Mindenkiről készítettünk egy személyes videós anyagot, így sokan már tudják, hogy milyen dolog ez, ezen végigmenni. Rengeteg jó kollégát ismertünk meg, csodálatos életutakat. Közönségszavazást is kiírtunk. A zsűri egyébként a döntősök közül több mint 50 szavazattal egyébként kiválasztotta a kategória győzteseket, melyeket hamarosan kihirdetünk majd. A közönségszavazáson mintegy 20 000 szavazat érkezett. Élő bejelentkezéseinket több mint 400 ezeren nézték meg, a döntőseink videóit körülbelül 200 ezeren, támogatói videónkat több mint 200 ezeren tekintették meg, és csak a Facebook megtekintésekről beszélünk. Csak a Facebookon több mint 2,5 millió megjelenés szólt rólunk, és azt gondoljuk, hogy ezekkel a számokkal kiválóan tudjuk hirdetni a mezőgazdaságot, mert hogy szeretjük mindannyian. A 2020-as év agrárembere kitüntető díj fővédnöke, dr. Nagy István agrárminiszter köszöntőjében a gazdák helytállását méltatta. Együtt küzdünk a nehézségekben, és együtt küzdünk az örömökben. És míg ez így történik, addig rend van. Hálás vagyok önöknek azért, hogy egy soha nem látott nehéz időszakban helytálltak. Olyan fokú helytállás ez, amire nem volt példa, hiszen a mi életünkben ilyen kihívás nem volt. Ismeretlen úton mentünk, ismeretlen kihívásokkal kellett szembenézni, és az önök helytállásának köszönhetően az agrárium stratégiai ágazat lett. Ráirányult a figyelem. Oly természetes volt, hogy minden nap friss élelmiszer van az asztalon, de most sikerült az embereket meggyőzni arról, sikerült a figyelmet ráirányítani arra, hogy addig, míg más ágazatok home office-ba vonulhatnak, addig valakinek föl kell kelni minden reggel, vetni, amikor vetni kell, és megetetni a jószágot, amikor annak ideje van. Azért, hogy akik home office-ba vonultak, azok minden reggel, minden nap enni tudjanak. Kell még valamit mondanom? Igen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. A 2020-as év agrárembere díj életműdíját dr. Szent Miklósi Ferenc érdemelte ki. Egyet tudok mondani, hogy az ember tette a dolgát. És hadd mondjam itt el, hogy amikor újságíró is lettem, nagypapám megjegyezte, hogy na, firkász lettél. Elkezdte a szakcikketeket, elolvas, mondta, hogy tévedtem. Most hozzáteszem, hogy a mezőgazdasági akadémiát végzett, és mindig mondta, hogy apám említette, azért tanítalak, hogy add át a tudásodat. Most ezt igyekeztem tőle átvenni, megtanulni és továbbítani az emberek. A külön díjat idén Szakács Tamás, a Hajdúsági Sütődék ZRT vezérigazgatója vehette át a cég által kifejlesztett, innovatív és egészséges termékpalettájukért. Agrárinnováció, agrárgépészet, állattenyésztés, feldolgozó élelmiszeripar, fenntartható gazdálkodás, fiatal gazda, a jövő agrárszakembere, kertészet, növényvédelem, szántóföldi növénytermesztés. 2020-ban ismét ebben a 10 kategóriában keresték a szervezők az év agráremberét.
Az agrárgépészet kategória győztese idén Ackermann Tamás lett. Az agrárinnováció kategória győztese Bárány Péter és a Baromfi Kóp lett. Az állattenyésztés kategória győztese 2020-ban a többek között juhtartással foglalkozó Kis György lett. A feldolgozó élelmiszeripar kategória támogatója idén a Master Good Kft. Volt. A kategória győztese a kecskeméti Univer Product Zrt. Vezérigazgatója Molitóris Károly lett, aki személyesen nem tudott részt venni a gálán. A fenntartható gazdálkodás kategória győztese a gombatermesztéssel foglalkozó Rácz József okleveles kertészmérnök lett. A fiatal gazda kategória idei győztese a családi gazdaságot vezető Derdák Gábor lett. A jövő agrárszakembere kategória támogatója a Progress Étterem Hálózat Kft. Volt, melynek képviselője nem tudott jelen lenni az eseményen. A kategória győztese a sváb borász családból származó Koch Pálma lett. A kertészet kategória győztese 2020-ban dr. Orlóci László. A növényvédelem kategória támogatója a Farmgép Kft. Volt, melynek képviselője nem tudott jelen lenni. A kategória győztese dr. Pálmai Ottó lett. A szántóföldi növénytermesztés kategória 2020-as győztese Berkes Gábor, inkei családi gazdálkodó lett. A közönségdíjat Bárány Péter, az agrárinnováció kategória győztese érdemelte ki. A zsűri döntése alapján a 10 kategória győztes közül választották ki a 2020-as év agráremberét. Az év agrárembere 2020 abszolút győztese. Dr. Pálmai Ottó. Az idei fődíjas Mátrai Zoltántól kapta meg a nyertest megillető kitűzőt, majd gratulációjában Nagy István agrárminiszter a díjjal járó felelősségről is beszélt. Segítsen abba, hogy minél magasabb szintre emeljük a társadalomba a magyar gazdák elismertségét. Ön, mint példakép, nagyon nagy felelőssége van. Kiváló az életteljesítménye. Mondja el a társadalomnak azt, hogy mire is képes a magyar. Én 37 évet töltöttem el a növényvédelemben, és semmi okom rá, hogy ezt ne felejtsem el. Úgyhogy mindenképpen mindent megteszek azért, hogy az ön kérésének legszélesebb körben eleget tegyek. Nagyon szépen köszönöm. Éljen az év agrárember!
A Siófoki gálán végül Mátrai Zoltán, az Agrotrend csoport ügyvezető tulajdonosának zárszava hangzott el. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, gratulálok a győzteseknek!